A mai videóban egy 2021-es Passat GT-t fogok nektek bemutatni. Andrással egy előző podcast adásban a saját igényeink szerint már konfiguráltunk egy ilyen autót, az 21 millióban állt meg. Nézzük meg, hogy milyen ez az autó a való életben. Az autó formája kifejezetten szép, a csomagtartó 650 literes és tovább bővíthető. Van megjelenése, mégse hivalkodó. Minden kényelmi és biztonsági extra rendelhető az autóhoz, így a legtöbb család részére ideális választás lehet. Mindössze 4 dolog árulkodik arról, hogy nem egy sima benzines vagy dízel autó mellett állok. Ilyen a kék féknyereg, az oldalán látható badge, illetve az autó elején és hátulján látható GTE felirat. A B8-as Passat formája nem volt előregedve, az autónak mégis jót tett a facelift. Ez leginkább az autó elején, belsején és hátulján jelenik meg, de nézzük meg ezeket részletesen. 2021-ben a Passat új fényszórókkal jelent meg. Ez többek között abban mutatkozik meg, hogy a nappali menetfény felköltözött a lámpa felső részére, mint egy szemöldök. A lámpatestbe benézve kis barázdákat látunk, ez is utal arra, ahogy az oldalán lévő felirat is, hogy IQ Light LED Matrixról beszélünk. A 2015-ben megjelent Passat GT-e kétféle fényszóróval volt rendelhető, LED 1, illetve LED 2-vel. Az IQ Light LED Matrix fényszóró közvetlen elődje a LED 2 volt, ami a Dynamic Light Assist funkcióval kiegészítve az úgynevezett kitakarás funkciókat látta el emelt fényerő mellett. A többi Passattal ellentétben itt a fekete keretben a GT-ekre jellemző C alakú nappali menetfény található. Így sokkal morcosabb, agresszívabb az autó eleje. A facelift előtti Passat C alakú nappali menetfénye csak a lökhárítóba van integrálva, és a C betű dőlésszöge tulajdonképpen a fényszóró dőlésszögével azonos. Kicsit kifelé, hátrafelé dől. Ha nincsen egymás mellett a két autó, a különbség alig észrevehető. Az új fonttal írt GTE felirat innen ide költözött az újra dizájnolt logó alá, de ami a legszembetűnőbb, azok a lámpatestek, amik bekapcsoláskor valami egészen szexi fényjátékot csinálnak. Yeah, baby! Yeah. A korábbi GTE hátsó lámpája a hagyományos Passatokkal megegyező volt, amit kétféle kialakítással lehetett rendelni. A Comfort Line kivitelekben a fehér sáv alul, a Highline kivitelekben pedig középen helyezkedtek el. Egyik verzió sem csinált animált fényjátékot. Az autó belterében minden ismerős lehet, mégis minden egy kicsit más. A korábban bézs színű kárpit most világos szürkére változott. Az ajtó, illetve a műszerfal dekorbetétjei 2017-ben már megújultak, de 2021-ben ismét frissültek, illetve a virtuál kokpit formája és grafikája is. A kormány teljesen megváltozott, perforált bőrborítás kapott, alulok is műanyag betét, illetve a légzsák is megváltozott. Szerintem előnyére. Sok modellben az analóg óra volt a prémiumság, az elegancia megtestesítője az autóban. Nem csak a Volkswagen alkalmazta ezt a megoldást, hanem más gyártók is. Azonban a gombok eltűnésével egy időben és a nagyobb kijelzők térhódításával párhuzamosan a gyártók elkezdték a múltat idéző analóg órákat kikoptatni az újabb modellekből. A régi típusokban fellelhető fizikai gombokat teljesen eltüntették, és azoknak a funkcióit integrálták a 9,2-szolos érintő kijelzőbe. Az alatt a minden fizikai gombot nélkülöző klímapanelt helyezték el. A régi klímapanel oldások szintjén is egyszerűen kezelhető 3 tekerőgombját. Szépnek ma már nem nevezném, de kétségtelen előnye volt, hogy odapillantás nélkül is lehetett kezelni az irányított levegőt, a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét. Itt régen egy GTE feliratú kis zárható rekesz volt, most pedig egy vezeték nélküli töltőpad. Tovább haladva a váltó kulisszában egy USB-C csatlakozót helyeztek el, innentől lefele haladva minden maradt a régi. Az USB-C csatlakozó dicséretes újítás, de talán egy hagyományos USB még elfért volna ott. A
Az új Passat belterében mindenhol tetten érhető a fiatalítás szándéka, de például a klímapanel esetében ez talán a kezelhetőség rovására ment. Az analóg óra hiánya megszokható, és az időt bármikor könnyen leolvassuk a nagy kijelzőről vezetés közben, de a klímapanel a kormányról nem vezérelhető, így muszáj lesz legalább az első időkben lenézni rá, hogy állítani szeretnénk valamit. A hátsó üléssor 2021-re nem lett nagyobb. Ugyanúgy megmaradt a kardán alagút, és elmondható, hogy egy hosszú utazás során három ember részére még mindig nem a legkényelmesebb. Érdekelne egy környezetbarát autóápolás? Most lehetőséged van megnyerni a Greenline jóvoltából egy igazán újszerű autókozmetikai élményt, ehhez csak fel kell iratkoznod a csatornámra és kommentben megírni, te milyen gyakran takarítod az autód. További részletek a videó alatt a leírásban. A ráncfelvarrott Passat GTE műszaki adatai jelentősen nem változtak. Az 1.4 TSI motor 156, az elektromos motor 115, a rendszer teljesítmény pedig 218 lóerő maradt, 400 Nm nyomaték leadása mellett. Amiben változást tapasztalhatunk a korábbi modellekhez képest, az az akukapacitás, ami 9,9 helyett 13,3 kWh-ra nőtt. Érdekes módon a VLTP szerint a tisztán elektromosan megtehető hatótáv nem változott, maradt 55 km. A videó elején említettem, hogy a korábban általunk konfigurált autó 21 millió forintra jött ki. A 2015-ös modellek megjelenésükkor 17-19 millió forint között voltak, és a jelenlegi áruk a piacon 5,5-8 millió forint körül mozog felszereltség és futott kilométer függvényében. Ez azt jelenti, hogy a korábbi értékük közel egyharmadát elvesztették az életük első 3-4 évében. Mivel azonban a legtöbb ilyen autó cégautóként lett Magyarországon forgalomba helyezve, a zöld rendszámmal járó kedvezmények miatt ez idő alatt az értékvesztésük egy része is kompenzálva lett, és a jelenlegi piaci helyzetben a GTE Passatok értékvesztése jelentősen lassulni látszik. Köszönet az Óbudai Autójavító Kft.-nek és nektek, hogy megnéztétek a videót. Találkozzunk a következőben is, addig is nyomj egy lájkot és egy feliratkozás gombot, ezzel támogatod a további tartalmak létrejöttét. Ott megy egy szép Porsche. Legközelebb azt is tesztelhetnénk. Egy jó Porsche-t. És így az autóba kikonfiguráltunk. Morcosabb, agresszívabb. Jó. Ránc felvarrott GTE félrad, fel 218. Megvárom a repülőt. Tegyük újra, mert ez kurva jó, itt csak volt egy-két izé benne. Ránc felvarrott modellel azért megszenvedek, de kimondom. Legyen még egy.